Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az adómentességről szóló kormányrendeletet hamarosan kihirdetik. Úgy fogalmazott, mint minden más családtámogatásnál a kormánynak ebben az esetben is kettős a célja. Amellett, hogy ösztönzik a gyermekvállalást, azt is szeretnék, hogy több pénz maradjon a gyermekes családoknál, emelte ki. Az SZIA mentesség nem új a családi adórendszerben. Egy éve személyi jövedelemadó mentességet élveznek a 25 évnél fiatalabb dolgozó fiatalok, és 3 éve a 4 vagy több gyermeket nevelő édesanyák is, emlékeztetett Hornung Ágnes. Hangsúlyozta, az új SZIA mentesség a 30 év alatti édesanyáknak jár. A kormány számításai szerint az adómentesség lehetőségével több tízezer jövedelemmel rendelkező fiatal édesanyja élhet majd, ismertette. Jelezte, ők nem csak az új SZIA mentességre, hanem minden más családtámogatásra is jogosultak. Például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra és a gyermekgondozási díjra is. Tájékoztatása szerint, ahogyan a családi adókedvezmény, az SZIA mentesség is érvényesíthető a saját és az örökbefogadott gyermekek után is. Hornung Ágnes reményét fejezte ki, hogy a támogatási formát minél többen igénybe veszik majd.